Megnyitották a székesfehérvári osszárium csontkamráját, ezzel megkezdődhet az egykori koronázó bazilika helyén őrzött királyi maradványok vizsgálata. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere hangsúlyozta, a modern archeogenetika a korábbinál sokkal pontosabb vizsgálatokat tesz lehetővé a szakértők számára. Egy történelmi helyen vagyunk, azt hiszem, hogy egy történelmi pillanatban. Így fogalmazott Székesfehérvár polgármestere a csontkamra feltárásakor. Felszínre hozták az első fémládát, amely az egykor eltemetett királyok csontjait tartalmazza. A város vezetése hozzájárult ahhoz, hogy a maradványokat elszállítsák, így a vizsgálatok után azonosítani tudják majd a magyar királyok csontvázait. Nagyon fontos állomás ez a mai nap, hiszen az a csontlelet együttes, ami itt a Nemzeti Emlékhelyen és közvetlen környezetében előkerült csontmaradványokat tartalmazza, az osszárium megnyitása után most kutathatóvá válik. Több mint 200 ládában őrzik a csontokat az osszáriumban, melyek a török megszállás alatt teljesen összekeveredtek. A maradványok egy részét a Szent István Király Múzeum raktárába szállítják, a koponyákat pedig Szegeden vizsgálják majd. Összesen 900 egyénnek lehetnek a csontjai, 400 koponyáról lehet szó, ami nagyjából éppen maradt, 200 koponyatöredék, tehát egy 600 koponyánk és koponyatöredékünk van összesen, és van még egy 300 személy, akinek csak a váz csontja maradt meg az elmúlt 478 évben. 2013-ban már feltárták az Árpádház genetikai jellegzetességeit, legutóbb pedig a hunyadiak DNS profilját is megalkották Korvin János és Kristóf mintáinak köszönhetően. Ha minden uralkodót sikerült azonosítani, akkor egy nemzeti emlékhelyet hoznak létre, ahol örök nyugalomra helyezhetik az egykori királyokat. Minden nemzetnek kötelessége emlékezni, megőrizni mindent, amit meg lehet őrizni, ami az identitásába, történelmébe, kultúrájában lényeges. Én ebben látom a jelentőségét, és abban, hogy az egész világ magyarsága a nemzeti emlékhely megalakítása után elzarándokolhat ide, és emlékezhet azokra, akiknek majdnem mindent köszönhet. A Magyarság Kutató Intézet munkatársai vizsgálják majd a csontokat. Az első eredményeket várhatóan mintegy 3 hónap múlva publikálják.